Pap Robert. Iszik, mint a kefekötő. Volt egy ember, műhelyében dolgozott a bérér. Kefekötő kisiparos, hirdette a cégér. Gyártotta csak a keféket, kicsit nagyot sorban. Akinek közepes kellett, azt is csinált gyorsan. Fel sem állt a munka mellől, nyolctól este tízig, de a portól műhelyében megszomjazott mindig. Ilyenkor egy nagy korsóval a vízből lehúzott, meg volt napi kilenc liter, és akkor nem túlzok. Akkora lett a pocakja, mint egy hektós hordó, és az arca oly piros lett, nem is piros, bordó. A faluban azt beszélik, béka nőtt hasában, nem volt, aki ennyit ivott szerte -e hazában. Vigyázz, öles pocakjához nehogy hozzáérjél, mert kidurran a nagy hordó, s árvíztől kell féljél.